Jó estét kívánok! Friss interjút adott Botka László a HVG-nek, és azt mondta, hogy nem félnek a Momentumtól, nem érzik kihívásnak. Kellene félni az MSZP-nek? Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást. Az a helyzet, hogy mi ezzel most úgy érezzük, hogy nem kell foglalkoznunk. Mi az elejétől deklaráltuk, hogy azért alapítottuk meg a saját pártunkat, mert vagy azért alapítottuk meg a saját mozgalmunkat, és szeretnénk majd a későbbiekben párttá válni, mert úgy éreztük, hogy a jelenlegi politikai paletten elérhető pártok nem képviselnek bennünket, nem szólítanak meg bennünket, és a saját utunkat szeretnénk járni. Jelenleg az országjárás az, ami a legfontosabb prioritás számunkra, úgyhogy mi ez az, amivel most foglalkozunk. És hogy élik meg azt, amivel az országjárás kapcsán az ország kezdett foglalkozni, meg a sajtó, hogy fiatalok, talán három egész pontosan, oda mennek ezekre a rendezvényekre, és ott megpróbálnak zavart kelteni, molinókkal tiltakozni, és aztán ezzel nagy sajtófigyelmet is kapnak. Így van, hát pénteken voltunk ugye Szegeden, majd szombaton Komáromban, és az említett zavarkeltő elemek mind a két helyen és mind a két napon megjelentek. És ez is az, ami aztán a sajtóban nagyon nagy port kavart. Egyébként ezek nagyon pozitív élmények voltak a számunkra, mind a szegedi, mind a komáromi találkozó, hiszen nagyon sokan eljöttek, és alapvetően egy nagyon-nagyon támogató közegben találtuk magunkat, mind Szegeden, mind Komáromban. Természetesen voltak, akik nem értettek velünk mindenben egyet, de mi nagyon örülünk azoknak, akik ennek ellenére eljönnek, és szeretnének velünk beszélgetni, és az ön által említett emberek is megjelentek, akik hát ugye feltételezhetően a Fidelitáshoz tartoznak, akiknek azt gondoljuk, hogy alapvetően pusztán annyi céljuk volt, hogy ellehetetlenítsék a párbeszédet a Momentum és a jelenlevő vendégek között. Honnan lehet tudni, hogy ők a Fidelitáshoz tartozhatnak? Ez megjelent utána más fórumokon, hát egyszerűen összekapcsolták arcképeket korábban megjelent Fidelitás eseményekről, és lehetett látni, hogy ugyanazokról az emberekről van szó, illetve hát tudjuk, hogy alapvetően a kormánynak is ez a stratégiája. A Nolimpia kampányban is az történt, hogy ahelyett, hogy érdemi párbeszédet engedett volna a kormány, egész egyszerűen visszavonta az olimpiai pályázatot, anélkül, hogy megkérdezte volna az embereket, és ezzel gyakorlatilag ellehetetlenítette a népszavazást. Ugye azt mondták, hogy azért, mert nincs már meg az egység, és így nem lehet nyerni a nemzetközi zsűri előtt az olimpiai pályázaton. Igen, mi azt gondoljuk, hogy ez egy elég gyáva lépés volt, már csak azért is, mert rengetegen aláírták a kezdeményezésünket azok közül is, akik egyébként támogatták az olimpia rendezését, és ezen felül is természetesen rengetegen vannak az országban, akik amúgy támogatták volna az olimpia megrendezését, és ők mind el lettek árulva ezzel a nagyon gyáva lépéssel a kormány részéről. És visszatérve a tüntetőkre vagy zavarkeltőkre, van erre valamilyen stratégiájuk vagy receptjük, hogy ezt hogyan kezelik a továbbiakban, mert hogy az érintettek azt mondták, hogy mindenhol ott lesznek. Igen, mi abszolút számítunk arra, hogy ők mostantól kísérni fognak bennünket az országjárásunkon, és egyébként meghívtuk őket, hogy menjünk együtt legközelebb, dobjuk össze a benzinpénzt, és menjünk együtt csütörtökön Győrbe, pénteken pedig Balassagyarmatra. Jött erre válasz? Azt láttam, hogy az egyelőre címet meghirdették, ahol a jelentkezést várják. Egyelőre nem jött, de hát csütörtökig még van idő. Nagyon-nagyon buzdítjuk őket, hogy jöjjenek, mert készülünk egy pici meglepetéssel számukra, úgyhogy nagyon várjuk, hogy meglepetéssel számukra? Talán sütemény is lesz, de alapvetően nem ez a lényeg, majd meglátják. Aha, hát ellen akció az akcióra. Fogalmazunk így. Vagy valami ilyesmi. Ugye megkapták azt is kormánypárti oldalról, hogy ügynökök valójában a többi pályázó városnak dolgozhatnak, például Los Angelesnek, ezt itt ebben a stúdióban is mondta például Bánki Erik. Erre az volt a válasz, hogy ha már ügynököket emlegetnek, tényleg itt az ügynöktörvény az lehetne Momentum következő témája. Ez csak egy ilyen zsigeri reakció volt, vagy egész komolyan gondolják, hogy mostantól erre állnak rá? Igen, hát ugye az a kérdés első felére visszatérve voltunk már ügynökök, meg volt SZDSZ-esek, meg Soros Bérencek, meg mindenféle címkékkel aggattak már fel bennünket. Ezzel kapcsolatban azt gondoljuk, hogy ez tökéletesen tükrözi a mai magyar politikai életnek a
a helyzetét, hogy nem tudjuk elképzelni, hogy 143 fiatal csak úgy összeverődött, és azt mondta, hogy igenis tegyünk valamit azért, hogy a közös jövőnk jobb legyen Magyarországon. De most tényleg azért akarnak majd tenni valamit közösen, hogy ezt az ügynök kérdést végre zárjuk le? Az ügynök kérdésről azt gondoljuk, hogy ez egy hihetetlenül fontos kérdés. 27 évvel a rendszerváltás után még mindig nincsen tisztázva az ügynök akták kérdése. De most pajzsra fogják tűzni úgy, mint korábban azt, hogy olimpia ne legyen, vagy szavazzunk róla, hogy legyen? Alapvetően nekünk nem az a célunk, hogy folyamatosan ügyeket tűzünk ki a zászlónkra, de azt gondoljuk, hogy igen, ez egy nagyon fontos ügy, és amilyen hatékony eszközökkel mi élhetünk, fel fogjuk hívni ennek az ügynek a fontosságára a figyelmet. Mert hogyha körbenézzünk például a többi volt szocialista országban, gyakorlatilag már mindenhol sokkal előrébb tartanak az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban, és azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy egy új kezdetet indítsunk, egyszerűen elengedhetetlen, hogy a múltat tisztázzuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.